A kerékpározás nem csak környezetbarát, hanem az egészség megőrzéséhez is hozzájárulhat, mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Sanda Tamás hozzátette, éppen ezért a kormány fontosnak tartja a kerékpáros közlekedés támogatását, legyen szó infrastruktúrális fejlesztésről vagy más lehetőségekről. Ilyen például a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázat, amelyet idén újra meghirdettek. Utóbbiak esetében a pályázói felületen 4 témakör 22 kérdésére szükséges válaszolni. Ezekben olyan általános információkat kell megadni, hogy a munkahely rendelkezik-e saját kerékpárral, amelyet a dolgozók használhatnak, az infrastruktúrális környezetről, vagy például a fejlesztési népszerűsítési lehetőségekről. Települések esetében ez egy hosszabb kérdőív, hiszen kiegészül az adott területre vonatkozó közlekedésbiztonsági kérdésekkel is. A koronavírus járvány rámutatott, biciklin az ember kevésbé van kitéve a fertőzés veszélynek, sokan emiatt ültek kerékpárra az elmúlt hónapokban. Az előrejelzések szerint emiatt többen fognak jelentkezni a kerékpáros barát címre, mint a korábbi években. A pályázat kitöltésének határideje 2020. július 15-e. Ezt kell szem előtt tartaniuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeknek és munkahelyeknek is.